Bulányi Györ. Kicsoda az Isten? Nem tudtam nem elvállalni, hogy beszéljek rólad. Ha rólad sem beszélek, akkor nincs miért élnem. De hát mit tudok én rólad? Semmit. Istent nem látta senki, én sem. De most van 71 éve, hogy elmentem érted Vácrapia István noviciusnak. Este lettél a családom. Te, akit nem láttam soha. Érted mentem oda, akiről nem tudok semmit. Te hívtál? Nem tudom, de úgy éreztem, hogy el kellett oda mennem. Ha nem mentem volna el, most nem szólhatnék itt rólad. Mit tudok rólad mondani? Reménykedem benne, hogy vagy. Hogy vársz? Hogy hazavársz? Magadhoz. Tudom, hogy vársz. Nem tudom, és nincs ember, aki tudná. Elmondhatom, hogy remélem én is, amit mások is remélnek. Elmondhatom, hogy bizony megkísért a gondolat, hogy semmibe megy a reményem. És jól tudom, hogy nem azért hívtatok ide, hogy elétek tárjon bizonytalanságom. De csak így becsületes. Mert úgy gondolom, hogy nem papi szövegre vagytok kíváncsiak, hanem emberi szóra. Olyanra, aminek nincsen papszaga. Értelmes, emberi szöveget tudok csak mondani. Csak azt, hogy nem csak világ van, de van alkotója is. A világ törvényekkel rendezett. Ezeket a törvényeket tanítják az egyetemek természettudományi karán. Nem lehetnek a véletlennek a művei ezek a törvények. Nem tudom már, hogy ki mondta, amit most idézek, egy majom leül az írógép elé, és elkezdi csapdosni a billentyűket, és csapdosása eredménye Shakespeare összes művei lesznek. Ennek az állításnak nincs valós tartalma. Magyarul, ez az állítás hülyeség. Az is törvény a gondolkodás törvénye, hogy a világ törvényszerűségei értelmes alkotót feltételeznek. Magam csak úgy tudok élni, hogy van előttem, fölöttem Isten, aki maga az értelem. Hogy lehet az embernek egyebet is gondolnia, tudom. Én nem tudom ezt az egyebet gondolni. És azt is tudom, hogy aki mást, egyebet gondol, mint én, azt nem tudom meggyőzni arról, amit én gondolok. Próbáltam megtenni, és általában nem sikerült. Bár nem minden esetben volt így. 40 éve megkértem Debreceni Zsuzsát, írja le nekem következő találkozásunkra, hogy miért vallja ateistának magát. Azaz kértem tőle erről egy dolgozatot. Nem hozta el. Azt mondta, hogy inkább hisz. És ezzel már szűkebbre is kerekedett azok köre, akikhez szólhatok. Nem csak az enyém. Bárki emberi. Jézus köre is. Csak azokhoz szólhat ott, akik mondani tudták, hogy Istenem, Istenem. És ez baj? Nem gondolom bajnak. A 6,5 milliárd emberből jött azért nekem is 12, vagy kevesebb vagy több, akivel szót érthetek, akivel beszélhetek rólad. Istenről gondolkodom. Azt gondolom, hogy létezik és hogy sokkal értelmesebb mi magunknál. Mit gondolok még róla? Hát azt, amit kivetítek magamról. Azt, hogy csinál valamit. Mit? Nem tudok értelmesebbet kitalálni, mint amit első elemistaként a kis katekizmusban tanultam. Ezt, fenntartja a világot és gondot visel rá. És ebben mi, emberek is benne vagyunk. Ez is kivetítés. A szülők eltartják, és gondot viselnek a gyerekekre. Mi emberek, ma meg a világ mindenség az Isten családja vagyunk. Hogyan tartja fenn, hogyan visel gondot ránk, ezt ne kérdezzétek. Nem tudok válaszolni rá, de nem tudok más foglalkozást kitalálni számára, és azt sem tudom elképzelni, hogy ne legyen valami foglalkozása. Isten csak a magunk képére és hasonlatosságára tudjuk elgondolni. És azt is gondolom, hogy Isten is csak a maga képére és hasonlatosságára tudott megformálni bennünket. Egyszerű a képlet. A gyerek hasonlít apjára, anyjára, és apa és anya gyermekére. Mi az Istenre, és Isten meg reánk. Csak anyukának, apukának tudom gondolni őt. Közel 90 évesen is csak ennek. Akinek elmondhatom a bajom. Aki a legközelebb van hozzám. Aki olyan, mint én. Aki engem megért és mindent megbocsát, ha kérem őt. Mit mondok el neki? Kérem őt, hogy sikerüljön helytállnom ezen a lelki gyakorlaton. Kérem, hogy érjen már véget földi pályafutásom, mert egyre nehezebben futok, azaz, hogy csak lépegetek. Hiába kérem. Nem válaszol. Hiába, mert nem hallom a szavát. Mégis az, hogy elmondhatom neki a bajom, ez az egyetlen vigaszomás lehetőségem. Ha a gyermek születik, azt mondjuk róla, hogy Isten ajándéka számunkra. Ha szerelembe esünk, ha párt találunk, azt mondjuk, hogy Isten kötött minket egybe, és ezért ezt a köteléket nem szabad elvágnunk. És ha baj ér bennünket, ha meghal, aki szeretünk, ha embertelenné lesz a sorsunk, ha ránk törnek a halált megelőző bajok, akkor meg azt mondjuk minden bajokra, hogy ez az Isten akarata, és ezeket el kell viselnünk. Mások elvesztését is, a magunk nyomorúságát is. Amikor én ezekre azt mondom, hogy ez az Isten akarata, teljes gondolkodási csődönről számolok be. Magamhoz hasonlóknak mondhatok ilyeneket, de a teistáknál ez a vélekedésem semmit sem ér. Beszélhetek egészen másként is. Az általam nagyra becsült Vassalbetnek van egy regénye, Adjátok vissza a hegyeimet. Szintere a románoktól, oroszoktól, kommunistáktól nyomorgatott erdélyi társadalom a múlt század 40-es éveinek közepén, sok-sok a tömény szenvedés.
Emberek, akik kivert farkasokként élnek a Maros felső folyását körülvevő edőrengetekben. Semmi köze szenvedéseiknek egy Isten akaratához. Az emberi butaság és gonoszság, a hatalomtól kikényszerített gonoszság poklában élnek. Ha irgalmas akarok lenni Istennel szemben, akkor azt mondom, hogy semmi köze hozzá. Hogy tehetetlenül kényszerül nézni az ember szenvedését. Annak következtében, hogy szabadságot adott nekünk. Használhatnánk azt jóra is. Akarná is ezt az ember, de a hatalom kényszeríti őt, hogy gyilkoljon, hogy a határok másutt legyenek, mint ahol vannak. Muszáj, mert Hitler is ezt tette. Ez ellen nincs más védekezés, mint újra csak a gyilkolmi kényszerítés vagy a kényszermunka, a hadifogság, a láger. Auschwitz-e gulag a felelet. Szenvedésre a szenvedés. Isten akaratának ehhez semmi köze. Prohászka Otto Kár püspök írt az első világháború idején egy könyvet, a háború lelke. Azt mondja el benne, hogy az emberek a lövészárokban megtanulnak imádkozni. Imádkozni, de miért? Bajtársamat találja el a golyó, és nem engem. Az én golyómol csak ki a másik ember életét, és nem az ő golyója az enyémet. Lehet ilyet mondani Istennek, akiről azt állítjuk, hogy mindenkit szeret? Szűzöntal írt egy könyvet, Isten a történelemben. Én nem találom Istent a történelemben. Csak istentelenséget találok benne. Gyilkosságokra kényszerítést. Csak azt, ami Jézusra is rászakadt, és közben imádkozott is, Istenem, miért hagytál el engem? Ez a legirgalmasabb, amit Istenről mondhatok, elhagyta az embert. Sokkal logikusabb a teistának lenni, de hogy van felettük egy jóságos Isten. Semmi sincsen felettünk. A fene érti, hogy minek van egyáltalában világ, és a többi. De hát nem csak ez van. Lehet más listának is lenni. Nem lehet. Andi 1972-73 körüli szenvedései idején imádkoztam érte. Így, Istenem, ha nem tudod meggyógyítani, akkor vedd magadhoz őt. Magam igazán nem szenvedek embertelen kínokat, de olyan terhes az öregség, hogy újra meg újra ezt imádkozom, országodba vigyél haza engem. Ahogyan a kántor énekli temetéseinken. Megszabadíthatna, de nem teszi. Kedvétlenli kínlódásomban. Szeretnék kertetásni, málnát ültetni, sarabolni, de újra és újra csak ágyamnak tudok dőlni, várva a befejezést. Okos testvéreim megmondják, még nem mehetsz, még feladataid vannak. Én megdühbe gurulok szavaiktól, csak úgy magamban, nekik nem mutatom. Mert nekem vallanom kell, hogy minden is velem is. Isten akaratából történik. Úgy nem értelek, mint te engem, Ádáz mondja Babics, a magyar irodalom legkatolikusabb költője Istenről a kutyájához, akinek Ádáz a neve. Az a tényállás, hogy be kell hallanom, hogy semmit sem értek abból a világból, amelyikbe belekerültem. Sírva születünk a világra, és elmondhatatlanul boldogító, ha végre befejezhetjük földi pályafutásunkat. Közben azért hálaadó himnuszokat is énekelünk, mint például én is, ha végére érek ennek a lelki gyakorlatnak. Márai Sándor nem volt senki ember, Vassalbert még kevésbé. Mégis mind a kettő öngyilkosként végezte be életét. Azért imádkozom, hogy már ekkora botrány ne történhessék velem. És ha megtörténnék, akkor ettől érvénytelen lenne az életem. Az a jó és hasznos is érvénytelen lenne, amit csináltak. Nem hiszem. Márai és Vas életműve számomra nem kevesebb attól, hogy nem bírták végig a harcot. A legirgalmasabb, amit mondani tudok Istenről, hogy csak ilyen világot tudott teremteni. Mindenki a javát adja annak, amit tud. Én nem írtam meg rosszabbul lelki gyakorlat szövegeit, mint ahogyan tudtam. Isten sem végezett pocsékabb munkát, mint amilyen tudott. És ha valaki Isten gyalázásnak minősíteni e sorokat, akkor azt mondom, hogy a zsoltárok nagyobb Isten gyalázások, mint az én jelen soraim. Azok olyanok, mint Szabó Lőrinc fiának, Jócinak a tettei, Jóci megdögölezti az ablaküvegen mászol egyet, Isten pedig Egyiptom minden elsőszülöttét, meg a fáraó seregét is. Belefolytja őket a tengerbe. Megdögölezti mindet. Én meg csak sírok azon, hogy a világ történelem a megdögölesztések történelme. Ennek az egész emberi történésnek csak akkor van valami isteni értelme, ha az életünk két szakaszos. Ha van folytatás. De Isten sem maga nem szólal meg, sem nem küld el senkit hozzánk odáról, aki hitelesen be tudna számolni nekünk a folytatásról. Papok között élek, és próbálom tenni, amit ők. Mit tesznek? Szövegeket mondnak, ami se szövegét, a zsolozsma szövegét, a szentség kiszolgáltatások szövegét. És mindezen szövegek mögött személyek vannak, akik hiszik, hogy ami történik velünk, Isten akaratából történik. Ők is ezt gondolják rólam, ezt hallják tőlem, amikor megszólalok. El sem tudom képzelni életüket és a magamét sem, ha nem volna ezen felül még valami egyéb is. Tanítanak az iskolában, bonyolítják a rendtartomány ügyeit, civil alkalmazottainknak mondják, hogy mit tegyenek annak az érdekében, hogy például átlalakuljon az a épület is a Dunapartján, hogy fél százados számkivetettség után, két év múlva visszaköltözhessen oda pesti gimnáziumunk. Mindenki dolgozik valamin.
Mindenki el van foglalva valamivel, és ennek a valaminek náluk az a háttere, hogy van Isten, és hogy van örök élet, de nem ennek a megvallása az életük. Ez csak olyan háttérzene az életükben. Azt hiszem, hogy addig lehet rend egy ember életében, amíg Isten és örök élet csak háttérzene. Ott van a háttérben, de nem erről szól az élet. Az élet a család és a munkahely és a hétvégi munkaszünet, és a nyári vakáció, amikor erőt gyűjtenek a folytatáshoz. Azzal gyűjtenek erőt, hogy ilyenkor nem azt csinálják, amit hétközben és évközben. Azt hiszem, hogy addig lehet mondani mindarról, ami történik velünk, hogy ez az Isten akarata, amíg takarítani, főzni, mosni és a lakásban rendet kell tartani, amíg naponta sietni kell az iskolába, a munkahelyre. Olyan az Isten az életünkben, mint ételünkben a só. Só nélkül lehetetlen, de nem a só az ételünk. Isten nélkül nincs alapja az életünknek, de nem az Isten akaratának az elfogadása az életünk. Van egyik csoportomban egy ragyogó házas pár, 50-es éveiket élik. Szüleiket már részben eltemették, részben még élnek azok. A szülők magankorúak. Mindent megtesznek, hogy az öreg szülők éljenek, és nem tudják megérteni, hogy az öreg szülők már nem akarnak élni, be akarják fejezni életüket. Mindebből az a végső tanulság, hogy a hosszú életlétünknek egyik legnagyobb megpróbáltatása. Amíg fiatalok vagyunk, még az akasztófa tövében is az Isten legnagyobb áldásának tudjuk megélni azt, hogy élünk. Reménykedünk abban, hogy megjön a kegyelem az államfőtől, és ha börtönben is, de még élhetünk és dolgozhatunk. A börtönben kedvezménynek minősül, ha dolgozhatunk. Magamat Mária Mostrá éveken keresztül teljesen lekötött, hogy dolgozhattam a perzsaszőnyeget szövőüzemben. Vidáman beszélgettünk, énekeltünk közben. A börtönőröket csak egy érdekelte, hogy műszakonként minél több csomót kössünk. Magam eljutottam a napi 4000 csomóhoz, és egyáltalában nem jutott eszembe, hogy ne Isten akarata volna, hogy börtönbe legyek. Aki Isten szolgálja, gondoltam, annak ott a helye. Az életes az Isten egyik legnagyobb áldása a munka. Akár a szőnyek szövés, akár az ócska vas telepen a lemezpréselés, akár a tempóvállalatnál az anyagmozgatás, a gurtnizás, akár a Medimpexnél az, ahogy rám volt bízva a propaganda raktár, és én abban rendet tarthattam, és kiszolgálhattam a vállalat dolgozóit, akik fenndolgoztak az emeleten, míg én rendeztem a propaganda anyagot a pincében. Ahogyan e pillanatban az az életem legnagyobb áldása, hogy készíthetem ezt az emlékedést testvéreimnek, akik talán nem fognak megbotránkozni azon, hogy nem a papi szöveget mondtam nekik, hanem azt, ami a szívemből folyt.